Köszönöm szépen a szót, tisztelt közgyűlés, tisztelt polgármester úr. Üdvözlendő, ha egy városvezetés konkrét programmal, világos elképzelésekkel néz a következő önkormányzati ciklus elé, viszont egy program csak akkor jó, ha az a helyiek érdekeit szolgálja. Nem kétséges, hogy egy város legfőbb motorja a gazdaság, és egy bővülő iparral rendelkező város kincs a 21. században, ám nem mindegy, hogy ez az ipar kinek is épül. Hatalmas bővítési terveket fogalmaztak meg, az önök programjából idézve, a mi gazdaságpolitikánk tehát nemzeti, nem fogadja el, hogy külföldi fontosabb, mint a magyar. Azonban önök főként külföldi érdekeltségű beruházásoknak adnak teret. Gondolok itt a török üveggyárra, aminek már az építésénél is vendégmunkásokat alkalmaznak. A volt taszári repülőtér 600 hektáros területét azonnal el is adták a kínaiaknak. Továbbá ott van még az Észak-ipari parkban épülő szintén kínai gyár. Tisztelt képviselőtársaim, a kaposvári emberek önök szerint egy olyan programra vágynak, amelyben földjeinket külföldieknek adjuk el? Az emlékezetükbe ajánlom Debrecen esetét, ahol az újonnan épült akugyárakból környezetszennyezés, a beígért munkahelyteremtésből vendégmunkás behozatal lett. A 60-as, 70-es években Nyugat-Európában nemzetgazdasági érdekekre hivatkozva importáltak külföldi munkaerőt, és ma már látható, hogy ez mihez vezetett. Van olyan német városrész Berlinben, amit Kis Isztambulnak neveznek, ahol szinte csak törökök élnek. Ez a jelenség nem csupán a magyar bérek letörését eredményezi, hanem közbiztonsági veszélyeket is rejt. A keleti nyitás ne keleti behódolás legyen. Biztosítékokat kérünk arra vonatkozólag, hogy ezen cégek sem most, sem a jövőben nem fognak eltérő kultúrájú migráns munkásokat idehozni, és hogy minden környezet és munkavédelmi előírást betartanak. A mi hazánk a múltig kiszolgálása helyett a hazai ipart, a profit kiáramoltatása helyett a családi gazdaságok, a helyi kis és közepes vállalkozások támogatását és a magyar dolgozók megbecsülését követeli. Az, hogy Magyarország nyisson keletre, támogatandó, viszont mi nem úgy képzeljük el ezt, ahogy a kormány teszi. A Mi Hazánk mozgalom éppen ezért hívta életre a Hungulf Expót és konferenciát, melynek célja, hogy a magyar vállalkozások, kiemelten a KKV-szektor, valamint a magyar gazdák, termelők számára piacot találjon a gazdagöbölmenti térség országaiban. Köszönöm a figyelmet!